Miből lehet tudni, vagy lehet egyáltalán tudni, hogy valami mérföldkő lesz? Tehát a hobónál ugye hogy... Mérföldkő vagy nem mérföldkő, nekem az egész életem ez egy ilyen mérföldkövek áll ez a dolog. Úgyhogy a mai napig én nem törődök semmilyen ilyesmivel, hogy mérföldkő vagy nem mérföldkő. Én csinálom a dolgomat és megpróbálok emberileg emberséges lenni. Ez az alapja a dolognak, és az emberek azt érzik. És átjön ez a dolog, én nem változtam azóta, amióta sztár lettem. Az is van a királytól vagyok, előtte is már a Hobo Blues Bandben is sztárok voltunk, meg nagyon nagy sztárok Magyarországon. Én nem szeretem ezt a kifejezést. Szeretnek a mai napig is, és ez nagyon jó, mert a gyerekek is szeretnek, igen, nem csak az idősek, szóval ez nagyon nagy dolog, fesztiválokon játszom, és szégyent még nem valottam sehol, hogy áll a Jóistenet. Meg hát így nem énekel senki, ez az igazság, ez lehet, hogy nekik ilyen hangzik. Magyarországon így ilyen hang nem volt, és nem is lesz soha. Én így gondolom. Meg az emberség is, meg a közvetlenség. Szóval az lejön ez a dolog, hogyha oda jön hozzám valaki, nem küldem el a francba, vagy valami. Szóval nálam ilyenek nincs, ez nagyon sokat számít. És ezért szeretnek az emberek, mert én ugyanolyan közvetlen vagyok, mint azelőtt voltam. És soha nem is leszek más. És ez mikor vált tudatossá? Hát ez bennem volt, így neveltek. Így neveltek, azt mondták, minden körülmények közt legyek anyámék. Arra nevelt anyám meg apám, hogy minden körülmények közt legyek, maradjak ember. Meg volt egy barátom, egy nagyon híres barátom, ő is nagyon-nagyon jó zenét volt. Nem jó, hanem a legjobb Magyarországon, és a legjobban énekeltet, úgy hittek, hogy Orszánszki Jacky. A régi nagy színűrűsbe játszott, nem a pápai faragóféle színűrűsbe, hanem a rádűrűs, meg ezekkel. Hát akkor ezek a példák is megerősítik? Persze, hogy ne. Én a Bélát is szerettem nagyon, persze a Radicsot is imádtam nagyon. Nagyon sok emberrel játszottam. Én játszottam az ország krimiével, a legjobb, legnagyobb gyerszistákkal játszottam, a Szabcsi Lakatos Bélával, akiről aztán kiderült, hogy a feleségem, ilyen feleségem, elsőnök a testvére. Játszottam a rádűrűjel, játszottam a Tóni Lakatossal, Babos Gyulával. De akkor ők emberileg is példák voltak? Hát, nem voltak. Nekem nem kell, hogy példák legyenek. Jó zenéltek, azért játszottunk együtt. Meg jó énekeltem, azért játszhattam velük. De voltak példák, voltak. Én szerettem a Bélát is. A Bélát is azért szerették, mert ember volt a Radi Béla. Meg a Orszánszkit is szerettem, és nagyon jó ember volt. Hogy mit magában mindenhova szegények voltunk, nem volt egy árva fillérem. Dolgozni jártam még, és itt egy vége volt, hogy gyere, megyünk az Erzsébe, de megyünk a Royalba, a kis Royalba, nincs, hogy miért törődsz vele, gyere? Igen, csak az arra próbálok kiukat, vagy azt szeretném megtudakolni, hogyha az ember, tehát hogy megvan, így nevelik, megvan az a világ önértékelése, de akkor, amikor nehezebben megy, és ott lenne olykor egy-egy könnyebb sikerre való lehetőség. Hát igen, lehet volna, már hívtak régebben is, hogy mikor ment ez a mulatos, hogy csinálja. Ilyet meg olyat, én mondtam, én nem, az enyém más vagyok. Én nem vállaltam a halattortán, a vacsoratta, nem vállaltam az X-faktorba, nem vállaltam a Voice-ba a zsűrizést, tehát ment már nekem sokkal rosszabb, mert akkor se adtam el magam, meg most se fogom eladni. De akkor az, hogy ez az egész dolog attól működik, hogy az ember hiteles, igen, attól önmagát tűk, persze, adja. Hát az a lényeg, hogy én ilyen vagyok. Én nem fogom eladni magamat, mert én nem fogom szembe köpni magam. Szóval nem akarok példákat mondani, van volt itt Magyarországon egy pár ember. Van egy pár ember, akire aztán nem nagyon kíváncsiak az emberek, hogyha elfordultak, hogyha van egy önálló koncert, elmegy, és akkor nem mennek be. De hát ez az ő dolguk, engem nem érdekel. Nekem mindig van, nekem vannak értékeim. Tehát az ének fel sem merültek. Ezek itt vannak, úgyhogy ez a lényeg, hogy én azért csinálom ezt a dolgot, és a leglényegesebb, hogy élő zenét játszom. Élő zene van, és mellette ráadásul, hogy is mondjam, élő zene van, és szívből jön a dolog. És színvonal van, már 40 év van, mióta csinálom ezt a dolgot. Ez tartva van ez a színvonal a mai napig is, úgyhogy ez nagy dolog.